sportosat. Irodunk vendége Csuhai Tibor, a Szakka Hungary ügyvezetője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, és köszöntöm a nézőket! Na, az elmúlt adásokban már volt arról szó, hogy azért beindult nálatok is, tehát most már pattog a pöttyös, ahogy régen mondták. Ozdom volt egy gála, vagy ezt minek mondjátok? Egy most már rendhagyó jelleggel mondhatnám az ózdi tornát, mert már a második ilyen tornán vagyunk túl. Sajnálatunkra ugye a koronavírus miatt ezt nem tudtuk Bajnokok Ligája selejtezőre kiírni, mert a Bajnokok Ligája elmarad idén. De a gála, illetve a torna az ettől függetlenül nagyon jól sikerült. Én örülök annak, hogy a helybéli borsodmegyi csapatokból többségében voltak jelen. Természetesen voltak Budapestről, sőt, hát kettő csapat volt külföldről, illetve na, Romániából és Szlovákiából. Emiatt az ózdi torna miatt? Hát én, ez egy nagyon jó kérdés. Az egyik brigádők voltak már tavaly is. Megmondom őszintén, nem tudtuk akkor, hogy ők erdélyi magyarok, tehát hogy Romániából jöttek. De most ugye ezt ők kihangsúlyozták, büszkék is voltak rá, és mi is azok voltunk, hogy meglátogattak minket ismét. És ki lett a győztes? Vagy ilyenkor nem is számít? De azért számít. Tehát a csoportmeccseken még mindenki úgy volt vele, és általában a csapatok is, hogy ez egy jó móka, összejön a baráti társaság, de amikor már élesedik az egyenes kiesés, ott már azért mindenki meg akarja nyerni a végén. Csak a nézők miatt mondjuk mégis a pályát, meg a mérkőzés időt, hogy jó, hogy mindenki értse, tudja, hogy miről is beszélünk. Jó. A mérkőzések azok rendes nemzetközi szokaszabályok szerint, ez 2x20 perc volt. Egy csoportban 4 mérkőzés volt, tehát 5-ös csoportok voltak. 4 mérkőzést játszottak a csapatok, innen az első 2 jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, és gyakorlatilag onnan pedig már tényleg aki jobb volt, az tovább jutott. Már mindenki már vére mindenki, van, igen. Kieséses szakaszban. Igen. Azért megerőltető ez a 2x20 perc ennyi meccset egy nap alatt lejátszani egy csapatnak, aki a döntőig elmenetel. Kicsit érezhető is volt már a döntőn, hogy fáradt mind a két csapat, persze próbáltunk időt hagyni egy kicsit, hogy regenerálódjanak a srácok. De mégis hát egy nap alatt kellett lepörgetni. De le is ment, tehát nagyon szépen, hál' Istennek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy sérülésmentesen lement, ez volt az egyik legfontosabb, vagy mindig ez a legfontosabb. És hát ugye érezzék jól magukat a csapatok. És hát végre egy olyan csapat nyert, aki kimondott ózdi kötődésű. No. Nem mondhatnám, hogy meglepetésre, mert egy nagyon erős gárdával érkeztek, tehát ezt már lehetett látni nevezéskor, hogy azért ez egy erős csapat lesz. Miből? Csapatban Ózdért néven neveztek be a tornára, és hát azért látszott, hogy ott NB3 nagypályás játékosokkal volt tűzdelve a csapat. Büszkén mondhatom, azért sok mindenkit ismerek is a csapatból, főleg a Putnokban futballozó srácokból állt össze a társaság. Ismerik is egymást nagyon régóta. Lehetett látni, hogy ez egy erős csapat. Nézők jól szórakoztak, végülis a Szokka, ugye az a kispers futball hozta a látványosságát, az, hogy gyors, pörgő eseményekkel teli? Én azt gondolom, hogy igen, bár próbáltunk odafigyelni még itt a koronavírus miatt, hogy azért ne legyenek ilyen tömeges összejövetelek a pálya körül, tehát próbálták a szervezők is úgy irányítani őket, hogy ez a tömeg ez azért oszoljon meg a pálya körül, de én azt gondolom, hogy nagyon sokan kilátogattak a büfé elő gyakorlatilag, én abból látom, hogy mindig sor állt. Tehát, maga a játék, az jó volt? Jó tehát volt. Hozta, amit... Én azt gondolom, hogy igen, nagyon jó volt. A nézők akkor látszott, és ott nem bírtunk gyakorlatilag velük, hála jó égnek, amikor ez a rávezetéses jött egy-kettő az egyenes kiesésben. Ja, igen, mert nincs 11-es, itt az egyenes kiesésben rávezetés van, és hát azt láttuk, hogy ez elég nagy örömmel nézték a nézők. Mindenkinek, igen, azt vettük észre. A játékosoknak kevésbé, mert azért itt nekik gondolkozni kell, meg én azt gondolom, hogy a szurkolók részéről, illetve a nézők részéről jöttek a bekiabálások, ami nem könnyítette meg a játékosnak a helyzetét. De hát az jó volt akkor, a jó színvonal. Jó volt, igen. A második helyen egyébként egy nagyon fiatal gárda futott be. Meg is lepődtünk, mert rengeteg erős csapat volt, akiket ismertünk is. De ezek a fiatalok most tényleg nagyon összekapták magukat, és azt gondolom, hogy szépen elmeneteltek a döntőig. Látványos nagy gólok. Hát ugye 4 méteres kapuról beszélünk. Voltak, igen. Sőt, olyannyira voltak, hogy a Sranc Balázs szövetségi kapitányunk
három kiszemeltje is lett a tornának, akik eddig még a látókörben sem voltak. Hoppa. És az egyik fiatal srác az kimondottan úzdi. És mi nagyon meglepődtünk, hogy iszonyatosan fiatal, tehát 18 éves. Viszont én azt mondanám most, hogy hiába nem jutottak tovább, de megkockáztatom, hogy a torna egyik legjobb játékosa volt. Sőozdon futballozik egyébként? Igen, én úgy tudom, hogy a Sajóvölgye foci sulinál nevelkedett Putnokon. Futballozott Ózdon is, és ha jól tudom, nem akarom megkérdezni, most valami budapesti csapattól utánpótlásba kapott egy ajánlatot utánpótlásba. U20-ba, ha minden igaz. Ez nekünk szerencsés, mert így a akár ha válogatott lesz, el tud járni az edzésekre, a mozgásokra. Közel lesz a tűzhöz, közel ugye? Közel lesz a tűzhöz, igen. Sranz Balázs futballozott? Nem, mert fájlalta a lábát, és mondtuk neki, hogy felmentést kap, mert ő még a strandfociban azért érdekelt, és, de eljött, megnézte, és tetszett neki, és tényleg sokan voltak, sok mindenkit meg tudott ő is nézni. Én is voltam, ott voltam végig. Játszottál? Futballoztál? Nem. Én már nem bírnám azért ezt az iramot. Hát utolsó két percre, csak azért, hogy pihenjen valaki. Lehetett volna, mert a klubunk is ott volt, illetve a Kartai Sport Egyesület is részt vett. Hát sajnos nem jutottunk tovább a csoportból. Lehet, hogy ott az utolsó meccsen, mert mindegy alapon beállhattam volna, de inkább a fiúk, ha játszanak, ők azért ebben profik. És akkor egy év múlva lesz a harmadik? Egy év múlva lesz a harmadik. Ha csak. Volt egy beszélgetésünk lent Ózdon, és nagyon szépen felújították a sportcsarnokot. Szóba került, hogy mi lenne, egy háromnapos téli teremtornát csinálnánk Ózdra. Nagyon régen volt már, és azért ez a csarnok, ez közel 1000 fő befogadására képes. Meg is néztük, és tényleg gyönyörű. Tehát elférne ott egy jó téli teremtorna. És mit látjátok, akkor a térségből szívesen mennek oda futballozni. Igen, abszolút. És mint mondtuk, azért mi teremben is ragaszkodunk a szokaszabályaihoz, tehát mi bentre is bevisszük a 4x2-es kaput. Igaz, hogy a pálya mérete az kisebb lesz, mert ugye adott a 20x40, itt Ózdon a tornán ez 25x45 volt, kicsivel nagyobb, de a 4x2-es kapu az akkor is ragaszkodnánk, és én azt mondom most, hogy ilyen 90-95%, hogy meg fogjuk csinálni a téli terem tornát két ünnep közt. Na, hát akkor már ezért is megérte lemenni. Igen. De hallom, hogy a magyar bajnokság kiírásán is sikerült itten nagyokat előrelépni? Igen, nem unatkoztunk itt azért közben sem. Mindig azt szoktam mondani, hogy a torna megszervezése az már a munkának a gyümölcse. És ott már mi is igazából élvezni szeretnénk a tornát. Itt a munka dandárja az előtte zajlik. És így van ez a bajnoksággal is. Hát most már azért büszkén mondhatom, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ez 6 megyében elindul szeptembertől. Igen? Az elsőt azt ki is írtuk már, ez szeptemberi indulással, ez Debrecenben, és ott meg is választottuk a megyei elnökünket, a Móri Bendegúzt, aki egy fiatal Debrecen Egyetemen végzett sportszervező szakon, tehát abszolút helyben is van, és egy nagyon-nagyon ügyes gyerek, én nagyon-nagyon bízom benne, volt fönt az elnökségi ülésünkön, és egy hangon megszavazta az elnökségüt megyei elnöknek, és próbálunk hasonló képességű fiatalokra alapozni más megyében is, ami azért azt gondolom többé-kevésbé sikerült is. Szeptemberi indulással rajtol a Pest megyei bajnokság is. És hát megy tovább Fejér megyében, Veszprém megyében, vannak itt azért még... És egyelőre akkor megyei szinten zajlanak majd, ugye? Megyei szinten zajlanak, de a kiírás az úgy fog szerepelni, hogy a megyei adott városban vagy a megyében lévő bajnokságot megnyerő első kettő helyezett, az egy budapesti nagy döntőben vesz részt, és gyakorlatilag az ott a nagy döntőben az első kettő kvalifikálja magát a bajnokok ligájára. Ezzel is talán nyújtunk valamit, vagy egy többet, hogy nem torna rendszerben fog eldőlni a BL, aki a bajnokok ligájában szerepelni szeretne, hát valamelyik bajnokságba be kell, hogy nevezzen, és hát meg kell nyerni. Jól kell szerepelni. Akkor már 6 megyében, akkor szeptemberben indul? Szeptemberben, igen. Igen. És akkor ez hogy szeptemberben indul, és mikor ér véget, vagy ez hogy... Hát ezt két fordulósra tervezzük, azért nyilván ez a csapat létszámtól függ,
Az elnökség... Egyelőre ez mind nyitott, hogy hány csapat? Igen. Ráadásul lennie, vagy mennyi az elnökség ülésen beszéltünk arról is, hogy mivel az első idényben kezdődik a bajnokság, és ha nagy a létszám, nagyon-nagyon nehéz lesz eldönteni, hogy ki első és másodosztály. Tehát ezt nem lehet kiírni. Igen. Így. Azt meg ugye megint nem lehet kiírni, hogy ki akar második osztályban, másodosztályban nevezni, és ki elsőbe, mert mindenki, nyilván mindenki igen. első osztályban szeret, legalábbis nagy többség. Ezért, ha nagyobb lesz a létszám, akkor azt két csoportra fogjuk osztani. De mind a két csoport első osztály lesz. És itt nem az lesz, hogy kijut föl, hanem kimorzsódik majd le a következő szezonban, azért kell küzdeni, és a második évtől már lesz másodosztály is. De akkor már meg lesz akkor, hogy mennyi lehet a létszám. Akkor most megvárjátok, mennyien jelentkeznek, igen. mekkora merítési lehetőség, és Mi azt mondtuk, hogy 12 csapattól már él a bajnokság. Én azt gondolom, hogy ez Debrecenben nagyon könnyedén meg lesz. Nagyon sok jó csapat van, nagyon sokan szeretik a kispályát. Borsod megyében? Ott azért nem kiabálom el a Borsod megyét, mert tárgyalás alatt vagyunk még valakivel. Helyes. Aki ha rábúlint, akkor szeptembert ugyanúgy. Tehát maga a Szokka és az egész rendszer az felállt. Itt, ha a megállapodás megszületik a megyei vezetővel, akkor gyakorlatilag rajtunk nem múlik. A szoftver készen van, bajnoki rendszer készen van, versenyszabályzat készen van, bírói megállapodások megyei szinten megvannak. Na, ezt akartam kérdezni, ez oké, de és a bírókkal mi lesz? Mert azt nem egyszerű azért leakasztani. Nem, de maga a bajnoki napokat is azért mi ezt átrágtuk a megyei vezetőkkel, hogy mely napra kell tenni, ami hát nem mondom, hogy semmivel nem ütközik, de talán a legkevésbé fog ütközni mással, így azért a Magyar Labdarúgó Szövetségtől azt gondolom, hogy a bíróküldés is könnyedében megoldott, illetve az időpontokat is úgy kalkuláltuk, hogy ez az esti órákban lesz. Heti egy fordulóval az esti órákban, tehát ez akár ilyen 6 órától este. Akkor már azért végez mindenki munkában, ha edzésen volt vége, el tudnak jönni a csapatok. Ez a tapasztalat. Na, tehát akkor most akkor egyenesbe került a Szokka Hungary? Azért ettől még messze vagyunk, hogy egyenesbe, de az első lépést maradjunk annyiból, hogy azt megtettük azért, hogy ez működőképes rendszer legyen, vagy hogy szervezetten tudjon működni a kispályás labdarúgás. Nyilvánvalóan azért van még feladat bőven, mert tervben van majd a későbbiekben akár egy megállapodás, ezt sem szeretném el kiabálni a Debreceni Egyetemmel, mert ilyen sportszakmai szempontból is szeretnénk ezt majd megközelíteni. Cél lenne, hogy egyetemekről, főiskolákról olyan fiatalokat akár nyári gyakorlatot tölthessenek nálunk, illetve egymást segítve, vagy mi őket segítve szerezzenek tapasztalatot akár a tornaszervezés terén, bajnokság szervezés terén, vagy mondjuk egy nemzetközi rendezvényen akár részvétellel, bármivel. Tehát ez is tervben van. Most nyár van. Most pihi van, ti is pihentek, most meg kicsit megnyugodva. Nem. Vagy... Nem, az élet zajlik tovább. Most a hétvégén már a stáb az költözik át Kartalra. Ott hagyományteremtő jelleggel szeretnénk egy kupasorozatot elindítani. Ez lesz az első állomás. Ez a Galgamente kupa nevet kapta. Itt is a cél az lenne, hogy ahova a stáb érkezik a tornára, de minél több helybéli egyesület csapatai jelenjenek meg, mert talán itt tehát ők küzdenek megyében, nagy pályán, több helyen, de még kis pályán ezek a brigádok nem csaptak össze egymással, és azt veszük észre, hogy ez nagyon sok mindenkit érdekel. Tehát most hétvégén Kartalra megyünk, Kartalról a stáb az költözik Debrecen mellé Téglásra, az 25-én lesz, és ott már a Móri Bendegú segítségével ugyancsak várjuk azokat a csapatokat, akik már a bajnokságban is részt fognak venni. Kicsit szokjuk egymást, kicsit játszogassanak ők, és még ott egy jó hangulatú tornát. Most a megyei vezetőkön van egy kicsit ugye nyomás. Természetesen próbál. Ne, nem nyomás ez, mert szerintem ez egy kényelmes nyomás. Persze. De próbálunk azért nekik mi is mindenben segíteni, akár a médiában, akár tényleg a plakátok szerkesztésében, nyomtatásában, tehát mindenben olyan van, amiben kell. De egyébként nagyon ügyesek, tehát nem kell őket ebben. Még egyszer a Móri Bendegúzt kiemelném, mert nekem tényleg akkora kellemes csalódás, hogy tényleg egy fiatal, iszonyatosan tehetséges ebben. Tehát előtte még van jövő. Na, szuper. Válogatott előtt van jövő?
Bízom benne, hogy igen, azért félszemünk a válogatotton is rajta van. Ugye elkezdődtek most már a mozgások, túl vagyunk az elsőn, és hát ugye készülünk az Adria kupára augusztus 28-án. Ugye, mert megvan egy keret, a válogatott keret, az most megvan. Meg, de... Tehát nagyon kérdések nincsenek most, hogy de, kikerül vannak be, új nevek, vannak. Én azért mondom, hogy hál' Istennek vannak, mert ez minden évben, ha bővül, legyen minden nehezebb dolga a szövetségi kapitánynak, én annak örülök, mert az azt jelenti, hogy ebben a kispályában egyre sok több tehetséges játékos van. Vannak új nevek, nem is egy 5-6-ot számoltam most körülbelül, akit láttam, de megvan egy alapkeret, amire tud számítani a szövetségi kapitány. Nyilván a bizodalma is egy picivel, azért már túl vagyunk velük egy VB-n jóval nagyobb feléjük. Hát a többieknek meg kell küzdeni azért, hogy bekerüljenek, de már azért megvannak a lekötött programjaink még most nyáron is, augusztus 28-án az Adria kupára megyünk, onnan pedig reményeink szerint szeptember végén pedig Moldáviába lesz egy interkontinentális kupa, az 16 ország csapataival megrendezésre kerül. Egy újabb, erősebb járvány nem tenne jót nektek, ha most bejön a második hullám? Nagyon nem, sőt, követve a híreket a tévében, bár nagyon nehéz már eldönteni, hogy most mi igaz és mi nem, mert több hírcsatornától különböző információkat kapunk. Tartjuk azért a kapcsolatot a külföldi szakvezetése is, itt pont a közeledő horvátokkal vettük fel a szokkán belül a kapcsolatot. De hát ők is kb. Ugyanúgy állnak, mint mi, mert egyelőre ugye nyitottak a határok Horvátországba, de hát hallani jót is, ott is, illetve hallani rosszat is. Igen. Hát ki vagyunk szolgáltatva ilyen téren, de ha nem foglalkozunk vele és nem dolgozunk, akkor még ennyi esélyünk se lenne. Így van, de legalább itthon beindul, és akkor a hazaival kell akkor ráerősíteni akkor ezekre a megyei bajnokságokra. Hát igen, csak a válogatottal is ugye jó lenne egyre többet játszani, mert szövetségi kapitány úr mondta mindig, a Balázs vagy legjobb edzés az edzőmérkőzés, és sajnos most ebből kevés volt az elmúlt időben, ugye pont az utazás miatt. De hát megpróbáljuk. Én a horvátországiban nagyon bízom, hogy az meg lesz az Adria kupa, és hát a Moldávot pedig majd meglátjuk. Az nekem egy kicsit még olyan, az a Moldáviában nem hallunk túl jó híreket. Nem, hogy a Dimisak vízde fejük a Dunán? Hát reméljük, hogy nem fog rosszabbra fordulni a helyzet. Tényleg a válogatottaknak kötelező volt ezen a tornán, az Ózdi tornán elindulni, vagy nincs ilyen? Nem tettünk ilyet. Csak azért kérdezem, mert ugye most nem tudtok olyan sokszor játszani, és hát ugye valahol meg azért csak nyomon kéne követni, hogy természetesen vannak. Voltak csapatok, amelyben azért föltűnt egy-két válogatott játékos, tehát a Kartalban is ott voltak hárman, azt hiszem. Tehát azért úgy láttunk arcokat, nyilván mindenki azért mellette dolgozik, akinek megengedte az ideje, és a csapatával el tudott jönni, az természetesen ők mozognak folyamatosan. De nem volt kötelező vétéve. Nem, abszolút nem, mert mint mondtam, azért most ennek a tornáknak igazából az lenne a lényege, hogy helybéli csapatok minél többen verüljenek össze, és még egy érdekes dolog volt Ózdon, amire nem is gondoltunk, amikor a tornákat elkezdtük szervezni, hogy olyannyira összejöttek a csapatvezetők egyes egyesületektől, hogy néztük, hogy hirtelen kialakult egy ilyen kis konferencia Ózdon, hogy leültek egy nagy asztalhoz. Hát meleg volt természetesen, némi. Van, aki ásványvízzel, van, aki egy kis fröccsel a kezébe, de én ennek azért örültem, mert nem biztos, hogy sok lehetőségük van nekik arra, hogy egy adott pillanatban mondjuk sokan ott vannak, és hallottuk azért, hogy átbeszélték a megyei bajnokságot, mi nem volt jó, mi volt jó, akár köthetnek egymás olyan megállapodást is, vagy edzőmérkőzés, hogyan tudnak utánpótlásba együtt dolgozni. De azért ezt jó volt látni, ha már ezért megérte, hogy ők le tudtak ülni. De hát ugye voltak nagy csapatoktól, ugye? De igen. Tehát magyarul akkor még ki is nézhetnek egy játékost, akit most éppen megpróbálnak elcsábítani másik csapathoz. Hát már mint a szokkából, igen, mondod? Igen. De abszolút elképzelhető. Tavaly volt már erre példa, akit csábítottak, de nem is tudom, hogy abból mi lett, talán lehet, hogy nem jött össze. A válogatott kapusa volt Debrecenből Putnokon, talán futballozni egy fél szezont, ha minden igaz. Szóval akkor jó volt, megérte lemenni Ózdra. Meg. Következő akkor Kartal. Kartal, és utána pedig Debrecen mellett Téglásról lesz. Vissza Téglásra. Igen, az egy... Ragaszkodtok ahhoz a környékhez? Nem az, hogy ragaszkodunk, hanem tényleg, ahogy ott minket fogadtak, vagy fogadtak, tavaly is voltunk ugye Hajdúszoboszlón, az is azért az a térség, mindig nagyon jól éreztük magunkat és a csapatokkal együtt. És azt veszük észre, meg egyszer mondom, hogy ez a kelet-magyarországi régió, itt tényleg rengeteg kispályás csapat van.
bár ettől függetlenül téglás után megyünk a Balatonra. Tehát az egy jó hétvégis program lesz, az nem egy napos torna lesz. Hát ez nyáron jó. Hát az ilyenkor tökéletes. Igen, van több helyszín lehetőség, ma a napokban fogunk ott is megállapodni, hogy hol. Ha kivetítenéd térképre, akkor melyik az a sötétebb rész, ahol úgy nagyon úgy nem látszik még bontakozni sem a kispályás labdarúgás? Kispályás labdarúgás, én azt gondolom, hogy Magyarországon mindenhol van, mert nagyon sokan szerveznek tornát. Tehát viharsarokba is teszem fel békés? Hát, igen, tehát most én például most hétvégén voltam egy nap lent Ajkán, illetve Pápára mentünk, de azonban nincsen messze. Tehát ott is van egy bajnokság, amire mi is azt mondtuk, ezt a város szervezi, azt hiszem 16 csapat van a bajnokságban, ha minden igaz. Úgy tudom, egy osztállyal csinálják végig. Leültünk velük is tárgyalni, hogy hogyan tudnánk közösen, mert mi mindig azt gondoljuk, hogy mi tudunk ebbe egy olyan pluszt vinni. Most is jó bajnokság van ott, szó nincs erről. De hát itt a plusz a BL-be való indulás. Abszolút. Hát ennél nagyobb motiváció nem lehet. Hát igen, mi is ezt mondjuk, és ha a kérdésedre a válasz, még bajnokságunk lesz távolabbi részen is, de még ahova nem jutottunk el tornával, azért ez a Nagykanizsa, Zalaegerszeg, tehát az ország nyugati teljesen másik csücske, terve van, akár bajnoksági szinten is, csak ezt még nem akarom elkiabálni még. Az is a napokban fog megtörténni. Akkor majd főhet a fejetek. Én ennek örülök, mert mindig is úgy szerettem dolgozni, hogyha van nyomás rajtunk és teljesíteni. Hát most van. A pesti stáb, tehát a bírja, vagy bővülni kell? Bővülni kell, és bővültünk is. Pont most a napokban, tehát 3 napja azt hiszem jelentettük be mi is a weboldalon és a Facebookon, hogy hát ezt is örömmel megválasztottuk az országos utánpótlás vezetőnek, a Simon Pétert, aki világ életében gyerekekkel foglalkozott, és július vége, augusztus elején lesz Budapesten a Dalnoki Akadémiával közösen egy elég nagy rendezvényünk, ami kimondott utánpótlás csapat. Hol lesz ez, Dalnoki Akadémia? Igen, nagy valószínűséggel igen, ha elég lesz a pálya, mert a csapat létszám... 15. kerületben van? Igen. A csapat létszám szerint most azt mondom, hogy nem lesz elég a pálya. Úgy készülünk, hogy 8 pályára lesz szükség előzetes bejelentkezések alapján, és ez abszolút mértékben a Simon Peti munkája, és nagyon nagy segítség ő nekünk. Egyébként is tervben volt, hogy az utánpótlást elindítjuk, azt is bajnoki rendszerrel, hát hasonló, mint a Bozsik program, csak itt kimondottan a Magyar Labdarúgó Szövetség mellett, és nem velük szemben szeretnénk ezt elindítani. Azért volt az ötlet az a Péteréktől, megtaláltuk úgy ki, hogy nem azokat a korosztályokat fogjuk versenyeztetni, amelyek a Bozsik programban részt vesznek. Sok egyesülettől azt halljuk, hogy van egy korosztály, ez az U10, U12, U14, ami nincs a Bozsikban, és nem is tudják, hol versenyeztetni a gyerekeket. Hát akkor mondom, adjunk nekik lehetőséget, vagy próbáljuk meg. Igen. És rengeteg gyerek, rengeteg sportegyesület jelentkezett, nagyon örülünk neki. No. És hát ez is azért 8 pályán, ez tehát rengeteg gyerek lesz egy helyen, aminek teljesen örülök. Így akkor még tovább duzzad nő a magyar szaka hungari. Igen, állománya. Tényleg meglepő, mert az utánpótlást azt jövőre szerettük volna elindítani, tervekben az volt, de így, hogy a Péter, a Simon Peti érkezett hozzánk, hát én tehát nem fogunk gátat szabni annak, hogyha ebben tud dolgozni, nyilván nekünk kell megint a központba egy picit felnőni a feladathoz, mert azért elég sok háttérmunkát igényel, mint kapuk legyártása terén, mert tehát egyre több kapura lesz szükség, és ugye Magyarországon nincs 4x2-es kapu. Csak győzzük gyártani a kapukat. Itthon vagy külföldön? Mármint? Gyártjátok a kapukat. Itthon, persze. Itthon. Hát akkor neki kell hasonlni. Hát rajta vagyunk most már, főleg emiatt a szoftver miatt is, amit mondtam, a Leisure League nevezeti szoftver miatt, ugye a Szabadidő Liga, mert gyakorlatilag ez erről szól. Itt most a munka dandárja az ebben folyik, mert ennek augusztusra föl kell állnia. Gyakorlatilag készen van, most azok a simítások folynak a szoftverben, ami hát inkább ilyen helyi adottságokra, testre kell szabni minden esetre, de szerintem a csapatok imádni fogják. Én már láttam, hogy működik, és nagyon jó. Szuper. Sajnos időnk lejárt, akkor viszont hajrá, és akkor lehet a megyei vezetőket.
tárgyalásra biztatni, hogy hajtsák fel csapatokat, és akkor hagyjálni össze szeptemberre minél több csapat. Ez lesz a cél. És akkor indulhatnak a megyei bajnokságok, ahon aztán majd jöhet az országos, igen, és te mehetnek a BL. Még egyet nem említettünk, a megyei válogatottakat szeretnék a megyei vezetők. Régen Magyarországon volt ez, én legalábbis emlékszem valami hasonlóra, hogy volt megye válogatott, de ez már ugye kicsit így. Igen. És itt is akarsz egyet. És szeretnénk, hogy a megyék is csapjanak össze egymással Budapesten, és legyen, hogy ki a legjobb megyei csapata megye válogatottként. Ez már csak habatortán vagy readás. Köszönöm szépen, itt voltál. Köszönöm én is. További sportosat.